Partnerünk az Abszolút Live sportitalok forgalmazója, az Airwater Kft. Mi lenne, ha megtudná a titkát? Van egyáltalán receptje? A siker az, amit én annak érzek. Sikeres pedig az, aki este lefekszik és reggel felkel. De a siker az nem elég idézeteket olvasni. Hisz a világ a példáktól fog változni, nem a véleményektől. Az a siker, amit mi annak gondolunk, ami nekünk. Most lehet, hogy ezt köszönjük, de amit mi sikernek gondolunk a saját életünkben. Nekem az a siker, amikor a kitűzött céljaimat elérem, és attól boldog vagyok. Gera Marina, színésznő. Korábban a Sputnik társulatban dolgozott, ma szabadúszó. Szerepelt a Szabadesés, a Senki szigete filmekben és az Aranyélet című sorozatban is. Az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért nemzetközi Emmy-díjat kapott a legjobb színésznő kategóriában. Kritikai hang megjött, érzem. Meddig bírod ki, hogy nem szólsz egyébként? Ez még nem az interjú. De. Tényleg? Képzeld el, így szoktunk dolgozni. Ez nem úgy van, hogy csapó, és akkor tessék vágni egy arcot, és akkor tudod meg. De te is olyan vagy, látom. Igen. Ja, akkor elkezded disztingválni magad. Ne, jó, engedjük el ezt a történetet, ez nem jó, egy jó. Tudod, ez egy ilyen riportszagú riport, igen. Jó? Igen, jó, próbál. Én például... mint oly sokan, sok mindenhez ugye nem értek. És ezért azért én önkritikus vagyok magammal, hogy mibe szóljak bele, meg miben nem, mert hogy tényleg nem értek hozzá. De nem vagyok akadékoskodó, ugye? Ugye? Visszakérdez, ugye? A filmszerepeknél semmilyen szinten, sajnálom Bianca, semmilyen szinten nem szólok vele, mert hogy az valahogy a smink, már amennyi filmben voltam eddig, Ott van egy smink próba, és akkor ott látjuk meg, hogy mi ez a karakter, és nekem is az ad hozzá. Így. Úgyhogy az nem annak a kérdése, hogy jaj, nekem milyen jó, hogy áll jól, hanem az egy teljesen más dolog, ott nem is én vagyok, persze. De engem használunk. Az ilyen megjelenések, ugye ez egy másik eset, az egyébként ilyen, ott olyan sokáig, még tavaly is, most egyre jobb vagyok benne, de elég frusztrált voltam azért, mert ugye ott magamat képviselem, míg a szerepek mögé lehet bújni, miközben ott szeretek igazán magamból beleadni dolgokat. De az, hogy én magamat képviseljem egy helyen csak úgy magam miatt, és az egy tök más dolog. És ez mennyi idő, amíg az ember ezt meglátja, hogy hát akkor ezt nekem... javítanom kell ezen, hogy magamat tudjam adni, és ez fel kell nőnöm idézőjelben, vagy ezt hogy? Hát hogy most mondani? Azért volt ebben nekem egy nagy, hogy is mondjam, tehát egy ilyen gyors talpalom. Igen. Az Emmy-díjjal lett egy gyors talpalom, mert kint az Emmy Fesztiválon a 4 napos eseményen a világ sajtó előtt kellett megjelenni, és ott rengeteg beszélgetés volt, ami tudod, ilyen kötetlen volt, persze moderátorral. Igen. És én előtte már voltam ilyen beszélgetéseken, amikor még nem én kerültem sorra, más kategóriákban, és akkor ott azt néztem, hogy mindenki olyan felszabadult, olyan kötetlen, miközben ott van a világ sajtó, és akkor úgy éreztem a feladatot, hogy ez most egy ilyen show lesz, hogy én ezt így eljátszom, mert hogy azért nagy volt a tét. De tök érdekes, belelazultam. Ott nagyon jól éreztem magam. Pedig ott volt a legnagyobb tét. Akkor nem. Te a terhek alatt, akkor úgy tűnik, hogy azokat jól bírod. Én a terhek alatt. Nem szakadsz össze? Nem. Minél nagyobb a terhelés, annál jobban bírom. Nagyon nagy terhek alatt, meg amikor csak egyszer tudunk valamit felvenni, vagy így nagyon nagy a tét, akkor én nagyon tudok összpontosítani. Megtanulhattad onnan, hogy 2 éves korodtól a színpadon vagy, és ez akarsz lenni, tehát színésztőd, de hogy tényleg van olyan az embernek, hogy inkább az életiskolája az, ami megtanítja?
Nekem, hát ez úgy alakult, hogy az apukámmal, aki felnevelt, vele együtt készültünk erre a pályára, és ő találta ki, hogy menjünk sokat versenyre. És egyrészt ez egy, én akartam menni, tehát nem ők akartak belőlem, nem tudom, milyen csoda gyereket csinálni, de hogy én nagyon akartam valahol szerepelni, kiadni magamból azt rengeteg érzelmet, tehát én már akkor színész akartam lenni. De ő nagyon mondta, hogy minden versenyben nevezzünk be. Egyrészt, mert a gyerek, én, akkor legalább kiadhattam az energiáimat, a szereplési vágyam, másrészt meg tök más a szobában eljátszani valamit, érzelmeket átadni, mint közönség előtt, meg mint teher alatt. Ilyet. És ezek most, tudom, hogy ilyen nosztalgiázásnak tűnik, de ezek nagyon meghatározó. Ja, csak azért, mert többen mondták, hogy jó, igen, versmondó versenyek, de már nem az vagy, tehát már egy ilyen média színész vagy, de hogy nekem az volt a de meghatározó. Bocsánat, ahhoz, hogy te itt üljél, hát így üljél ezt, ahhoz kellett az, tehát az is benned van, úgy lett kerek ez a történet. Sőt, azok voltak, akkor azok voltak az én tétjeim. Tehát az a legnagyobb, hogy például meg kellett nyerni az általános iskolai versenyt. És miért mondod azt most, hogy kellett? Ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, ahhoz, hogy tudjak még versenyezni. De magaddal szemben volt ilyen fajta elvárás? Vagy? Hatni akartam, meg nagyon játszani. Hatni akartál? Hatni, igen. Annyi idősen ez megfogalmazott benne? Hatni, abszolút. Komolyan? Persze. Könnyeket csalni mások szemébe, de persze úgy is, hogy én is akkor ugye átlényegülök, amennyire tudok. Szeretem a sikert, persze. Szereted? Na igen. Mit ad? Sok jót és sok rosszat is. Érdekes, hogy amikor az ember nyer egy ilyen nagy díjat, akkor hogy reagál a környezete, és hogy változik meg minden körülötte. Uh-huh. És egyébként én tényleg nem változtam, tehát hogy tudjuk, nem lettem tőle jobb színész és rosszabb sem. Ez már az Emmy-díjat arra az alakításra kaptam, amit már én megcsináltam, mert dobozban volt, mert látható volt. De mégis attól, hogy az akadémia engem választott a világ legjobbjának a tévés kategóriában, ettől jelképe lettem dolgoknak, ettől mindenki akart egy kicsit az Emmy-díjból. És hogy félreértés ne essék, mert itt is rögtön nem... Mert kimondani. Merem kimondani, hogy nem a politikusokról van szó. Az ügyek mellé állítás, és az elvárások, hogy én milyen ügyek mellé mindenképpen álljak be, de azonnal, amikor hazaérek, miközben még azt se dolgoztam fel, hogy nyertem egy ilyet, és amellé az ügy mellé nem is állnék, de hogy ez már nem kérdés, hanem egy olyan elvárás, hogy nekem felelősségem van, és akkor én erre, hát egy idő után tudtam azt mondani, hogy igen, de majd én azt úgy eldöntöm, hogy én mihez adom. Aha. És ez minden pici és nagyobb és elég nagy dolgokban is, tehát mindenféle szinteken, és rohamoztak az emberek ezzel, és ez egy olyan nyomás volt, amire hát nem számítottam, nem egyáltalán nem számítottam, és nehezen kezeltem, nagyon nehezen kezeltem. Azt tudtam, hogy lesznek barátok, akik hirtelen feltűnnek 10 év után. Volt ilyen, tényleg. Persze, tehát hogy minden szinten. Ez most egyébként, most meghallottam magam kívülről, hogy ez tényleg arra panaszkodok, hogy jaj, milyen sokan kerestek, mert amit nyertem. Szóval látom én ezt. De abszolút egyben mondod, ez nem, az nem jó. Már semmi nem jó nekem. Ha látok, egyébként így magamat is látom benned ilyen szempont, hogy úristen, mit szólnak ehhez, ha én ezt kimondom, akkor mit gondolnak majd rólam, és akkor hogy lesz az a... Még picit ez van, még pár év, és azt elfelejted, és akkor majd rájössz arra, hogy... De egyébként persze ez, amikor megkaptam a jelölés hírét, hát... Először is nagyon örültem, hogy én már a 4 között benne vagyok, hogy úristen, az akadémia észrevett, de egy nap után nekem nyernem kell, mert igen, ha nem nyerek, belehalok. Szóval, hát és nyertem, úgyhogy megkaptam, hogy nyerek, úgyhogy nyertem, úgyhogy végül is, ha meg erre gondolok, akkor az van, hogy nagyon, amúgy nagyon boldog vagyok tényleg. Én nekem ez az elmúlt 3 olyan volt, mint hogy csak 5 nap lett volna maximum. Húzós volt.
éreztek a sajtósok, komolyan mondom, ezen a megméretetésen. Az föl a kezed egy picit, csak azért, mert ott is látszik. Nekem ez tetszik. Ez nagyon jó. Ez nekem is azt tetszik, meg ahol itt csinálok a szoknyámmal. Mindegyiket átküldöm, és akkor ki tudod rakni. Ilyen díjakról nem álmodtam, de nem gondoltam volna, hogy az örökkére például összejön. Az Emmy. Nagyon is álmodtál róla. Álmodtam. Mert megálmodtad, hogy átveszed a díjat, igaz? Igen, de azt nem az öröktéllel gondoltam, hanem úgy gondoltam, hogy egy későbbi munka miatt. Uh-huh. De az 2019 áprilisában, pont amikor a Magyar Filmdíját adó volt, akkor mondta nekem a Szász Attila rendező, hogy neveztek az Emmyre. És akkor mondtam, hogy ez egy hülyeség, hogy minek, de én már valójában abban a hónapban már megálmodtam, hogy majd Emmyt fogok nyerni, de későbbre gondoltam ezt az időpontot is máskor. Olyan nagy baj nem történt. Nem, olyan nagy baj nem történt. Az én életemben mindig voltak ilyen időszakok, csak nem egy TV Oscar díj, hanem több színházi főszerep egymás után, vagy az, hogy sokan hívtak, sokféle munkából is lehetett válogatni, az is az aratás időszaka volt, szóval az is egy nagyon nagy dolog volt, hogy azt elértem. Tehát a szintlépések, vagy az ilyen nagyon sikeres időszakok az én életemben mindig úgy voltak, hogy hát előtte volt egy olyan időszak, amikor nem volt semmi, csak a munka, és akkor egyszer csak beérett valami, ami akár egy újabb munkát jelentett, vagy sok színházi főszerepet, tehát nem egy ilyen nagyon látványos díja. De ha visszamegyünk a gyerekkori énedhez, aki egyébként színésznőnek készült, akkor mondd már el azokat a szakaszokat, amiket terveztél 10 évesen, és hogy meg tudtad-e valósítani ezeket? Főbbeket az, hogy megpróbáljak egy olyan gimnáziumba, nem, még a gimnázium előtt, hogy felvegyenek-e gyerekelőadásba játszani. Gyerekszínész voltam a Szegedi Nemzeti Színházba. Hogy felvegyenek egy olyan gimnázium, ami drámatagozatos. A Budapesten azért, hogy színész lehessek. Tehát ez abszolút hogy, célirányosan mentél és dolgoztál. Színművészetére. És aztán, hogy abba a társulatba kerüljek, ahova akarok. Aztán pedig, hogy filmekbe játszhassak, ami sokáig nem jött el, és akkor ott voltak a BCD tervek, mert ilyenkor ugye, ezt mondjuk nagyon otthonról hozom, hogy vannak álmok, és nyugodtan lehet nagyokat álmodni, és akkor ahhoz terveket csinál az ember, de ez nem azt jelenti, hogy nem nyugszom addig, amíg az nem teljesül, mert annyi mindenem múlik, hogy valami teljesül-e, viszont közben lehet dönteni másként, mindig lehet dönteni, de hogy akkor rugalmasnak kell lenni, és akkor közben ezt a rugalmasságot meg kell őrizni. És honnan tudja az ember, hogy mennyit várjon? Érted? Tehát az altervel. Akkor azt te hogyan tudtad eldönteni? Mert olyan érdekes, mert olyan, mintha neked bejött volna. Bár azt mondtad, hogy az utolsó pillanatban, igen. Amire azt mondták, hogy azért nagyon fiatalon kaptad meg az Emmyt. Az Emmyt, igen. Tehát a főszerepre azt mondtad, hogy az utolsó nekem pillanatban jött. Nekem az utolsó pillanatban. Tehát az A-tervnek az utolsó utáni pillanatát jártad. Már majdnem elmentél a B-tervbe, és akkor így jött Szász Attila filmje. Igen, de ez a pályához, mindenhez, de ez a pályához iszonyú szerencse is kell. Uh-huh. Én ezeket próbálom úgy kerülgetni, hogy így előbbre járni, mint a szerencse, és akkor a szerencsével így versenyt futni, hogy mindenképpen én ne csak a szerencsétől függjek. Egy ember elmegy, és te elmentél a castingra, és téged választottak, akkor az nem szerencse. Tehát, hogy... Az nem, de az, hogy volt egy olyan szerep, amire egyáltalán behívtak ebbe. Nagyon sokan ugye nem gondolnak bele, hogy egy úszó az bármikor tud újra úszni, például egy olimpia után is, de egy színész csak az tud lenni, amit megkap. Az pedig valójában nem a sikertelensége, hogy nem hívják be castingra, és engem nagyon sokáig nem is hívtak. De miért? Ez miért ennek azért több oka van, le is állt a magyar filmgyártás, tehát nem voltak, akkor, amikor kijöttem a színművészetiről, így nem volt mibe hívni minket. Oh. Aztán szép lassan újraépült, és úgy bennem úgy nem gondolkodtak, és volt olyan is, hogy nem volt olyan szerep. Amikor megkaptad az Emmyt, akkor nagyon sokan megkérdezték, vagy egy ember biztos megkérdezte a Szász Attilától, hogy te figyelj, ezt a lányt honnan szedted elő? Tehát, hogy így nem ismertek téged? A szakmában azért, a színházi szakmában biztos, hogy nagyon sokan ismertek, mert én azért végigjátszottam, de tény, hogy igen, tehát hogy nem tudták a nevem, még a szakmában sem mindenki, a filmes szakmában meg rengetegen nem, tehát ott szinte egyáltalán nem.
Úgyhogy igen, én annyira boldog vagyok, de kicsit mindig az is eszemét, hogy nekem világhírt kellett hoznom ahhoz, hogy a saját magyar szakmán megismerjen. Nagyon-nagyon-nagyon rossz időszak volt, amikor jelöltek, és hogy a sajtó elmaradt. Nem hívtak újságírók, nem hívtak újságírók, hogy semmi nem volt. És ugye az a TV Oscar jelölés, az Emmy jelölés, az 2 hónapos időszak volt, és mindenkinek a saját országában tele volt a sajtó vele, még olyan helyekről is, ahol minden évben szinte jelölnek valakit TV Oscarra szinte, tehát például az angoloknál, BBC-től, hát klasszikus. És ehhez képest meg itthon ez volt az első Emmy jelölés egy színésznek, első olyan Emmy jelölés, ami egy Magyarországnak szólt, tehát magyar színekben indultam is, és hogy így elmaradt az érdeklődés. A végén, mielőtt kiutaztam volna, volt pár, minden esetre nem tudta az ország, akkor tudta meg, amikor én megnyertem. Most sem tudnak velem egyébként mit kezdeni. Hát amikor bejöttünk ide, konkrétan megkérdezték, hogy hostess vagy? Könnyű nekem most ez. Tehát egyrésztről ez szerintem érdemes róla beszélni, hogy és nem akarok ilyen szakszervezeti képviselő lenni, de mégis 2 percig legyen. Szerintem érdemes arról beszélni, hogy még egyszer ez ne történhessen meg, hogyha lesz egy Emmy jelöltünk, akkor azt nyomjuk, azt egyrészt segítsük, másrészt meg hogy legyenek meg a saját sztárjaink, és ezt most nem azért mondom, mert ezt én hoztam el, hanem hogy most panaszkodhatunk róla, hogy az újságokban mi megy, de azért vannak tehát hogy olyan emberek is vannak az újságokban, akik értéket képviselnek. És akkor emellett mondjuk a TV Oscar jelölés mellett legközelebb ne menjünk el, mert hogy biztos vagyok benne, hogy még lesz ilyen. Az én szempontomból már nem fontos, hiszen én nyertem, és az nagyon sok kaput kinyitott, és nekem könnyű most elviselni, ha nem ismernek meg, mert igen, de az is bizonyára ott van benned, vagyok. És az benned marad az érzés, mert azt nem hiszem, hogy amikor ezt látod és megéled, biztos, hogy nem egyszer sírva fakadtál, hogy könyörgöm, miért nem kérdezik meg a véleményem, miért nem raknak címlapra? Egyébként most ettől azért hatottam meg, mert tudom, hogy egy nagyon érzékeny, nem meghatódtam, csak visszaemlékeztem erre az időszakra. Fú, hát ez kényes téma. Azért kényes, mert én most nem vagyok abban a helyzetben, hogy panaszkodjak, mert tényleg boldogan vettem át az akadémiától ezt a díjat, de... Azt az akadémia adta? Itt mást kaptál? Hogy mondjam, szerintem ez egy... Először is, ha felelős van, ez a média felelőssége alapvetően. Ha felelősöket kell keresnünk. Nekem is van benne felelősségem, annyi, hogy én nem építettem fel magam PR szempontjából, nem toltam magam, jó értelemben is lehet az elmúlt 10 évben, és azért az én megjelenéseimben az látszik, hogy sehol nem volt, majd egyszer Emmyt nyert, a világ legjobb színésznőjének választotta az akadémia a tévés alakítások közül, és mint hogyha előtte nem lett volna, és ugye ez nem igaz, ez egy torz tükör, de ebben én is felelős vagyok. De egyébként most se tudok teljesen mit kezdeni, ezzel tök érdekes, mert amúgy még egyetlen egy női magazin sem rakott a címlapjára. Mióta? Pedig én vagyok az első színész, aki az első magyar, aki nemzetközi Emmy-díjat nyert, és az első magyar egy nő, aki ezt megnyerte. Tehát én nem szeretem az üres magyarkodás, de én egyébként közben meg tök büszke voltam, hogy Magyarországot képviselhettem, és én is olyan vagyok, mint szerintem sok művész vagy sportoló, hogy ugye az volt az álmom, hogy így magyar színekben valami nagy világeseményen legyek, és hogy én hozzak valamit az országnak, ami remélem, hogy nem tűnik ilyen megalománnak, vagy nem tudom, vagy ilyen narcisztikusnak, hanem hogy mint egy sportoló is, vagy egy, hogy ez olyan büszkeség képviselni az országot. Hölgyem! Jó, köszönöm! Szuper! Hát egy kis energiát merítünk, vagy valamit. Mert most ez az első, neked is nem idén. Futni tudunk, az a biztos. És még jó idő van, süt a nap, úgyhogy a legjobb idő a sportolásra. Azt gondolja az ember, hogy mindig 20 éves, és közben pedig rájön utána. Igen. A nyújtásnál, hogy nem. Bár én azt szoktam csinálni, hogy igen, tehát egyrésztről nyújtok, és mondjuk az első 2 nap ezt megcsinálom, és akkor utána tényleg elkezdek bemelegíteni, de most nem fogok.
Vége a télnek. Az örök tél is véget ért. Az örök tél is véget ért. Volt olyan, amikor azt hitted, hogy nem ér véget? A forgatás alatt volt, igen. Most egyébként tök érdekes, mert ilyen tök nagy változásokban vagyok, ami a, nem vagyok ilyen ezó, de ami így a tavasszal abszolút összefügg, hogy most azért most egy korszaknak tényleg vége van, illetve ez egy új kezdet abszolút, és most is vannak a nagy történések, most már sikerült feldolgozni, hogy mi történt velem úgy december, november óta. Ó, akkor elepállat, kellett neked pár hónapot hát, feldolgozni. Fú, nagyon kellett. Hol érezted azt, hogy ez tényleg jelent valamit? Ja, azonnal. Azonnal? Hát persze. Hát amikor jelöltek, már is a világ 4 legjobbja közé sorolt egy akadémia, 800 főből áll, ami már ugye egy TV Oscar jelölés, hát akkor tudtam, hogy ez a karrieremben vízmellasztó lesz. Nem szálltál el? Ja, nem. Hát nem. Nem is engedték, hogy úgy mondjam. Hát azért... A magyarok gondoskodtak arról, hogy esetleg ne szálljál el. Nagyon sokan nagyon büszkék voltak rám, meg egyáltalán olyan támogatást kaptam nem várt helyekről, meg annyi szeretetet. Az ember ezt le tudja tenni? Olyan értelemben, hogy elérd azt, hogy ne ezzel elazonosítsanak. Hiszen akkor jön a... Tehát, hogy ez egy szakasz, ez véget ért, és ahogy mondod, lesz új. De hogy tényleg... Persze az ember nem akarja elfelejteni, hiszen kapott egy díjat ezért, de köszi, oké, megvolt, de hogy én ennél több vagyok. Külföldön ez most még nagyon szól, tehát hogy nem, hogy nincs vége, hanem ez az Emmy év, amikor én vagyok a friss Emmy díjas. És ott inkább hivatkozni kell rá, és az tényleg minden ajtót kinyit. Volt egy csomó találkozom, meg már olyan dolgokat, olyan producerrel ugye kooperálunk, akivel már előbb elkezdtünk. Nem véletlen azért, hogy itt vagyunk és futunk, és elkezdtél edzeni, mert hogy nagyon készülsz, ezt el lehet mondani, hogy mire? Vagy ez még ilyen nagyon titkos? Nem, az még nagyon titkos, az egy nagy átalakulás lenne. Neked? Nekem, igen, testileg, külsőleg, igen. Tehát arra edzened kell most? De én a testemet elő akarom rá készíteni. Mindenképpen. Úgy kell elképzelni, mint a hollywoodi színészeket, akik ilyen plusz 20-40 kilókat híznak. Igen, ezt úgy kell. Jó lenne, ha ez lenne a nyáron a programom, hogy éjjel-nappal erre gyúrni. Te mire vagy képes a szerepkedvéért? Tehát, hogy mi volt ez a határ, tudod, amit így az ember húzogat, tologat például az eddigi forgatásait kapcsán, meg most is, hogy meddig mész el? Azt mondják, hogy amikor a tűrőképességünkben azt mondjuk, hogy már nincs tovább, akkor még a tartalékaink 40%-át használtuk csak fel, tehát, hogy akkor még bőven van mit használnunk. Amikor az első főszerepemet megcsinálhattam, amiért emit kaptam, akkor hát nagyon nem voltak határok. Uh-huh. Pont azért, mert nagyon meg akartam csinálni. De most se lennének egyébként. Ha kell, megfagysz. Pedig én nagyon, pedig én egyébként nagyon kényes vagyok. Iszonyatosan kényes vagyok. Kényes hisztis vagy? Hisztis az nem. Akkor milyen vagy még? Mondjuk erre a párom nem azt mondaná, hogy nem vagyok hisztis, de Attila mondta, a Szász Attila rendező, hogy egyébként ő ebből semmit nem érzékelt, és mondta a párom Levente neki, hogy hát igen, mert azokat mind én kaptam, és akkor Attila így nevetett, hogy hát valahova kellett menni az energiának, tehát én nagyon fegyelmezett vagyok szerintem, nagyon fegyelmezetten dolgozok, meg nem akarok energiát veszíteni. Hát uh-huh. Ugye a hiszté nem is ez a jó szó, a bizonyt, tehát hogyha az ember beleereszkedik valamiben, hogy most bizonytalan és arra ráereszti az energiáit, akkor energiát veszít, és uh-huh. Én ugye tartom a jelenetekre. Én csak azért kérdezem, mert hogy ott volt például a Bradley Cooper, akiről lehetett tudni, azért úgy forgatta a filmet ugye a Gagával, hogy egy alkoholista férfit játszott, hogy frankon minden nap berúgott. Tehát, hogy ő minden nap ivott, és minden nap részeg volt. Mm-hmm. Tehát, hogy úgy tudta átélni, megélni, és így hihetetlen az a fegyelem, amivel ezt így végig tudta játszani szerintem meg, hogy az ember mire képes akkor egy ilyen szerepkedvér. Te is nagyon sokáig készültél, 2 évig előtte nem játszottál, ugye? Az örök tél előtt. Tehát, hogy frankon erre készül az ember. Hát igen, meg én nekem tényleg most ez ilyen lesz nagyon erős, de tényleg a szoros barátaim, gyerekkori barátaim, akik egyáltalán nem színészek, pontosan tudják, hogy 5-6 évesen megmondtam nekik, egyébként 2 éves korom óta tudtam, hogy én színésznő akarok lenni, hogy filmekbe szeretnék játszani, és hogy mindent erre tettem fel. És az, hogy úgy tudtam elmenni arra a castingra, hogy az Attila kiválasszon, vagy hogy én úgy tudtam működni a filmforgatás alatt, nekem abban évtizedek munkája van. De ilyen izzadságos munka is. Kemény volt a felkészülés, hogy én olyan állapotba hozzam magam, uh-huh. ami kell, de előtte az egy évtizedek munkája volt, hogy én a képességeimet a leg
Hát így maximalizáljam, amennyire tudom. Persze mindannyian, amikor a színműn nagyon sokat tanulunk, ugye, de hát ez nekem nem akkor kezdődött, hanem már ilyen 2-3 éves koromtól. És mindent erre tettem fel. Volt, akik úgy akarták ezt így bevezetni, hogy én így a semmiből lettem Emmy-díjas, de hát nyilván azért, mert ugye a sajtó megjelenéseim nem voltak, de hát úristen, iszonyú munka volt mögötte a gyerekkoromtól kezdve, a versmondó versenyeken át minden arról szólt, hogy én magamat megismerve tudjak bánni magammal. De jó érzés. De nem, amikor már jön a nap, és érzed, és hogy minden igen. életre kell. Ez a legjobb. Hát ez remek. Addig tart a szerep, ameddig a forgatás van. Uh-huh. És azért mondjuk egy 10-en skálán 10 vagy, amikor forgatsz, és amikor hazamész, akkor csak azért mész haza, hogy aludj, és másnap bemenj, mert ugye ilyenkor 12 órán is egy forgatási nap. Az ember hazamegy aludni, még 1-2 óráig fent van, és a 10-en van, hanem mondjuk letekeri 7-re. Azért, hát hogy ne legyen azon a hőfokon, tehát visszavesz, de attól még nem tekeri rend nullára, mert akkor nem tudok visszajönni másnap 10-re, amikor elkezdjük reggel forgatni. Uh-huh. Mert ez egy veszélyes ügy kibe járkálni. Gyufa kell? Jaj, de most akkor forgatnom kell, vagy gyufát adni? Kettő együtt nem megy. Akkor forgatok én, jó? Nem kell, mert akkor mi meg bénázunk ott. Jó, működik. Tehát abszolút lehet használni a fát. Már nem tudom, ki fog kiakadni, hogy mi tüzét tüzözünk be. Tehát még soha nem gyújtottam tüzet. Egy színésznek kell érteni a forgatás? Nem. Nem jó az, hogyha átlátja a vágást? Nem jó az, hogyha operatőri szemmel is picit gondolkodik? Én nem látom át a vágást, meg azért sok területét egyáltalán nem látom át. Hát volt egy ilyen nagyon nagy álmom, az, hogy így az alkotó folyamatokban valamilyen szinten részt tudjak venni, de amikben játszom. Akár az írás folyamatában, akár megvan az ötlet, és az ötletnél sokkal több, hogy miért érdekes az a történet, miért most érdekes. Igen, és ez egy óriási álmom lenne, hogyha így elkészülhetne pár dolog, amivel még játszom is. De egyébként most ez történik, mert egy éve, amikor megkeresett ez az angol producer, akkor nem ez volt a célja, de most bevont egy csomó mindenben, mivel hogy nagyon tetszettek neki azok a dolgok, amiket mondtam. Úgyhogy megy egy ilyen együtt agyalás. Ez amúgy teljesen elképzelhetetlen volt itthon Magyarországon. Hogy? Mi volt elképzelhetetlen? Hát az, hogy én ezt így szabadkozás nélkül elmondhassam mondjuk egy producernek, hogy van egy ötletem, és szerintem tehát szép dolgot lehetne belőle csinálni. Mert ugye azt gondoltad, hogy csak színész nőcskének néznek, és hogy akkor nem nézik ki belőled az, hogy képes vagy erre, vagy... Ez vagy... nagyon hierarchikusan működik. Hát azért ez már lejárt, ez a színésznő, az biztos buta, biztos nem tudom, kurva. Még a pasimnak a baráti körébe voltak ilyen emberek, mondjuk el is tűntek, de akik így megjelentem, és ilyen színésznőcskének néztek, követtem az eseményeket. Hát ott az volt a legmegrendítőbb nekem egyébként, és nem kisebbítve magát az erőszakot, tehát hogyha ugye ott úgy tudom, hogy... Tehát, hogy ugye erőszakról is szó volt, úgy értem, hogy szexuális erőszakról, nem kisebbítve, csak nekem, mint amiben ebben a legmegrendítőbb volt azon felül, hogy így kirajzolódott egy hálózat. Nem az volt nehéz felvállalni, hogy ezzel az emberrel ne dolgozzanak együtt azok után, hogy mondjuk mit tett velük, hanem az, hogy egyébként milyen érdekköröket sért az, hogyha egy színésznő szól, vagy feljelentést tesz. És hogy azok az érdekkörök aztán hogy állnak bosszút rajta. Az a baj ezekkel, hogyha megzsarolnak, akkor te már benne vagy a szituban. Tehát neked mindenképpen vagy harcolnod kell, vagy védekezned. És a megrendítő az volt, hogy volt egy ilyen kirajzolódó hálózat, hogy ugye a hatalmánál fogva a producer szólt a haverjainak, vagy az olyan rendezőknek, akik tőle fügtek.
és hogy mindenki ugye jó érzése szerint, hogyha ehhez nem asszisztált volna, de attól, hogy mindenki függött tőle, ettől tulajdonképpen kirajzolódott egy olyan hálózat, hogy nincs hova menni. Tehát a végén viszont egy nagyon nagy bukás jött el, mert közben meg azért hiszek az igazságszolgáltatásban, hogy azért, ha mindenki lépett volna, akkor a királyról kiderült volna, hogy Mesztelen is végül kiderült, csak hát ehhez nagyon sok áldozatot kellett gyűjteni. Tehát téged soha nem ért ilyen? Szexuális erőszak, vagy ilyen molesztálás. Vagy hatalommal való visszaélés. Igen. Hatalommal való visszaélés. Hó, dehogy nem. Molesztálás színházban? Volt, aki ezzel visszapróbált élni, igen. Ugye eddig nem volt hangom ilyen ügyekben. Egyébként azért nem volt hangom, mert senki nem ismert. És amikor hazajöttem Magyarországra, így az Emmy-díjjal, a csillogó Emmy-díjjal a kezemben, akkor hát sok mindenki szerette volna mindenféle jelképbe beállítani. Például lenyilatkoztam egy portálnak, az Emmy-díjam kapcsán volt egy nagy interjú velem, és lenyilatkoztam egy mondatot. Körülbelül már mindenki lenyilatkozta, csak azért volt annak ereje, egyrészt az Emmy-díj miatt, tehát most hirtelen, másrészt meg azért, mert ugye volt ez a Gotthard-féle ügy, meg a Szimütér támadások, és én egy ilyen tök általában nyilatkoztam le az alázásokról, úgy általában, hogy engem is értek. Hú, hát elég érdekesek voltak a reakciók, mert a színházon belül kerestek meg emberek, hogy ezt mondjam vissza, hogy kérjek elnézést. És akkor mondtam, hogy de hát igaz. Hát jó, de hát ez most nem jó időpontba jön. Vannak dolgok, amiket így én vagyok hajlandó többet így elhazudni. És olyan emberek a színházi szakmából, olyan emberek írtak rám, akik 10 éve nem szóltak hozzám. De azért, hogy helyesen tetted, vagy azért, mert nem? Azért, hogy jaj, ne. Wow. De azért, mert ők érintettek benne. És akkor mondtam, hogy akkor nyilvánosan tessék, akkor nyugodtan. Tehát, hogy belül nem használ, de gondolom, akkor ki tudsz állni, hogy hát ez, amit a Gera Marina nyilatkozott, hát ez nem igaz, és ez nem. De nem de tette, nem. Azért nem tette, mert baromira igaz. Ugyanakkor meg azt is utálom, hogy nyilván egy színház, az nem zaklató színház. Tehát, hogy ez se ilyen egyszerű, de azért, mert vannak szélsőséges dolgok, attól még én nem szeretnék védeni olyat, ami védhetetlen. Uh-huh. Tehát, sőt, aminek az mindannyiunk érdeke, hogy ez ne így legyen. Ha, sziasztok, lányok! Imádom, hogy sikerült összehozni. Ha, azt meg. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A sikerszféra helyett gasztroszférám címmel láthatnak a magazint. Segítőtársam a mai napon, vagy a főszakácsunk? Gera Marina lesz. Beledumáltál az anyagunkba, nem zavar? Tehát már elkezdtük. Igen, egyébként zajlik a forgatás. Jó, Marina és Judit féle nyárs lesz. Igaz? Vagy valami hasonló? De úgy is hívhatjuk, hogy szalonnasütés. Ez a legegyszerűbb és a legmagyarabb. Na, toljunk akkor egy szalonnát. Minden nyáron ezt szoktam itt csinálni, úgyhogy teljesen autentikus. Tényleg így nagyon nomád körülmények között toljuk. Hát de... most egyébként azért, mert még a tanya nincs nyitva, aha, és ott van mindenféle cuccunk. Engem az érdekel igazán, hogy milyen a Gera Marina akkor, amikor nem vörös szőnyegen van nagy estében. Akkor ilyen hagymapucolós? Ilyen tanyasi. Szegedről származol. Igen. Most csak azért nem mondom, hogy hagyma pucolós, mert nagyon elszoktam a főzéstől, tudod miért? Mert egyébként én azért szeretek főzni, hogyha valaki teljesítmény miatt, hogy valaki megdicsérje, meg örömet okozzak, de így azért, hogy én most főzök valami jót, azért nem. Tényleg? És az én pasim, megint ott tartunk, ő imád főzni, és úgy szeret főzni, tudod, hogy így élvezi, hogy ő közben kikapcsol. Én meg mindig elfáradok, tehát engem az lefáraszt. Te mit csinálsz mostanában? Mi hogyan telnek a napjait? Leginkább az érdekel, miből élsz? Jó kérdés. Még maradt egy kis tartalékom. Miért tartalékolni kell a színésznőknek? Hát nekem mindenképp, mivel én nem havonta élek valamiből. És hát ugye filmszerepek, ami jogdíjasak, tehát hogy azzal tudsz többet keresni, meg én
Igen, most is forgattam ugye a TV-filmben, a Ninó bárkájában, amit még 2019-ben forgattam. Akkor odat el lehet árulni? Persze, 35 vagyok. Tehát 35 évesen pénzügyileg hol tartasz? Hát nagy váltásban vagyok, nagyon-nagyon-nagyon nagy váltásban vagyok, és nagyon nagyot bukhatok rajta, de ezt egyébként 3 éve indítottam, amikor ott hagytam a színházi szakmát, és akkor viszont tudatosan gyűjtöttem pénzt, hogy hát forgatásokról, meg tehát, hogy éltem színházból, mert nagyon sok munkám volt, de 9 bemutatóval tudtam megélni kb. De hogy egyébként a forgatási napokat, azokat így elraktam, azokból jövő gázsikat, mert készültem arra, hogy én váltsak egy nagyot. Azt szerettem volna, hogy filmekbe játszak, és hogy saját ötletekből, történetekből, tehát hogy részt vegyek az alkotói folyamatokban is, mint ötletgazda, mint alkotó, mint akár kreatív producer, és akkor abból is jön be nekem pénz. Én most azért nem panaszkodnék, mert az Emmy díjjal biztos, hogy ha más nem, tehát kaptam egy lehetőséget a lehetőségekre, de nem egy biztos dolgot, tudod. Tehát ez nem de... kézzel fogható még? Tehát, hogy ez... Már igen, mert például megkeresnek, és most még tárgyalunk, de megkerestek külföldi filmmel, filmszereppel, kisebbel, de hát nem tudom, 12 nappal. Valahonnan jött egy 6 nap, mondjuk az érdekes sztori, azt nem tudom, hogy bevállalom, mert minden esetre és ott ilyen több mint félmilliós gázsik vannak naponta. Hát a külföldi filmekben igen, persze. De most értsd, hogyha akcentussal én tudnék külföldi filmekben 10 napot lenni, 10-10 napokat azért, mert egyébként használják az akcentusom, a jobbat mondjuk, tehát nem ami most van, mert ebben fejlődnöm kell, hát az tök jó lenne. Átcuccolunk ide. Na, merre üljünk? Hogy lenne nektek jó, srácok? Ne a füstből üljetek. Marinát nem érdekli a füst, ugye? Ja, nem, mindig érzem. Te hogy vagy a kritikákkal? Az elmúlt években ilyen nagyon, nagyon szépeket kaptam ezeknek a filmeknek a kapcsán, ennek a kettőnek, amit csináltam. De mondjuk egyet nehezen viseltem az alakítással kapcsolatban, amiért ugye tehát az Öröktélben az alakítás, hogy én rezzenéstelen arccal csinálom végig ezt a filmet. És ott így majdnem belehaltam ebbe a filmbe, mármint így érzelmileg, és most attól még én színész vagyok, pénzt kaptam érte, szóval nem sajnáltatni akarom magam. Olyan. Csak hogy egész egyszerűen ez nem volt igaz. Tehát ez nem igaz. Te nem így élted meg, nem ezt láttad viszont, vagy mi volt nem, az, amit nem, hát tudtam, hogy ez nem igaz. Hát, hogy vannak... azért nem ennyire szubjektív dolgok. Tehát nem azt mondta, hogy sok vagyok, vagy kevés vagyok, hanem az, hogy én semmi nem látszik az arcomon. Hát ott elvörösödtem, remegtem, sokkot kaptam az egyik emeletben, ami tudom, hogy látszik, mert remegett a szám, és alig kaptam levegőt, és bedagadt a torkom, és hát ez látszódik is a felvételeken. És az, hogy te a Bodó Viktorék osztályába jártál, ugye? Igen, Zsámbéki Gábor, Zsótér Sándor, Bodó Viktor. Aha. Hogy neked ilyen egyértelmű volt az, hogy alternatív színház és nem kőszínház? Igen, egyértelmű volt, igen. Sőt, akkor indult a Sputnik. És akkor nagyon oda akartam menni egyébként, és már a Viktor fűtött be az utolsó évben, hogy ez lesz és elindulunk. És ugye akkor én amúgy is a gimiben a Süsűnek, a Schillingnek néztem az előadásait, amik közül volt egy-két nagyon gyönyörű előadás, és ugye színésznő akartam akkor lenni. És nekem az így nagyon megvolt, hogy így úristen egy ilyen független társulatban lenni. Miért a film? Mert hogy így mi az, amit nem kaptál meg a színházban? Igen, normálisan ugye nem kell e között választani, különösen Magyarországon, mert Magyarországon nincs filmszínész, meg színházi igen. színész, mivel évente készül 10-12 film. De... És tudom, hogy amikor kijött az Öröktél, és volt a PR-osa, és akkor így... És én senki nem voltam, tudod, már mint hogy így nem ismert senki a szakmán kívül, akkor így lenyilatkoztam egy ilyet, hogy én a filmet és a színházat nem, és akkor mondta az Öröktél PR-os, hogy ilyeneket nem mondj. Mert hogy tudod, hogy akkor majd biztos nem hívnak színházba, vagy hogy... Igen. És ebből így tök igaza van. Én tulajdonképpen most se ezt mondom, hát, de nyilván innen, tehát ha valaki ismer, akkor onnan ismer, hogy nyertem egy TV Oscar-díjat
De még csak nem is onnan, hogy mennyit voltam filmekben, hanem az első film főszerepemmel. De persze én mindig mondtam, hogy én a film a nagy szerelem. Az ember azt gondolná, hogy ha már van egy ilyen tévés Oscar, akkor nem a színésznőknek kell fizetni különböző dolgokat az Emmy jelöléssel kapcsolatban, vagy a díjjal kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy te sok mindent fizettél azért. Ezt honnan tudom? Amikor kiutaztál, hallottam ilyen pletykákból, meg rádióban így elejtettél pár gondolatot. Nem, a rádióban az egyetlen egyszer az egy élőadás volt, és az megkerülhetetlen volt, és élőadásban nem akartam hazudni valamiről, ami egyébként nem engem minősít, engem biztos nem. Aha. Hát nézd, nem tudom, hogy ez hogy fordulhat elő. Ennyi a válasz, hogy nem tudod, hogy fordulhat elő, hogy neked kell fizetni a fodrászt, meg a stylistot, meg ezeket? Tehát, hogy így... Meg a podgyászt. Meg a podgyászt. No comment. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény időszak volt, amikor Emmyre jelöltek utána nekem, és nagyon nehezen jutottam ki a fesztiválra, és hogy inkább így mondanám, és hogyha nem jutok ki, akkor nincs Emmy díj, mert az a szabály, hogy ki kell menni. Jó, de mi? A barátok dobták össze? Figyelj, erről nem akarok beszélni. Oké. Okay. Mindenesetre nem volt könnyű nekem ez a helyzet, de amikor nyertem, akkor egyrésztről hát nagyon sokan örültek nekem, másrésztről meg mindenki büszkén mögém állt. Csak akkor voltam igazán egyedül. Amikor ki kellett fizetni ezeket a dolgokat. Igen. Oké, okay. Értem, többet nem kérdezek róla. Megsült? A tiéd? Igen, az enyém megégett, de én úgy szeretem nagyon. Én kívánok még, hát magamnak is olyan sikert, amiben nincs bánat egyáltalán. Azért ez egy... Azért sokszor mondtam magamnak egyébként itt az Emmy jelölés után, hogy még egy Emmyt kell csinálni, amiben nem lesz bánat, semmi szomorúság. Igen. Sok sikert hozzá. Köszönöm. De hoztam egy kis ajándékot is neked. Jaj, köszönöm. Egy ilyen kis likőrt gondoltam. Ez csak azért, hogy legyen mivel kocintanod. Mátyás keserű likőr. Nagyon jó. Legyen mivel kocintanod a sikerre. A jövőre, a folytatásra, meg mindenre. Jaj, köszönöm. Legyen szép és jó. Köszönöm. Partnerünk a Mátyás keserű likőr forgalmazója a Konság SZ. ZRT.